Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket! A mai alkalommal a kincsről és a kincsekkel fogunk együtt gondolkodni. Ehhez a Szentírást hívjuk segítségül. A Szentírásból Máté evangéliuma 6. fejezetéből olvasok néhány gondolatot, ami alapján majd az előadást megtekinthetik. Máté evangéliuma 6. fejezet 19. versétől idézek. Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a rozsda és a moly megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket mennyben, ahol sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti, és ahol a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják, mert ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is. Senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. Ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok, mit együnk, vagy mit igyunk, vagy mivel ruházkodjunk, hanem keressétek először Istennek országát, és az ő igazságát, és ezek mind megadatnak néktek. Mai világunkban minden a pénz körül forog. A pénzsóvárság az ma alapfogalom. Mindennek a mozgatórugója, hajtóereje, motiválója a haszongyűjtés, a pénzgyűjtés. Uralja a társadalmat, uralja a vallási életet, uralja mindazt, ami körülvesz bennünket. És mióta? Azóta, mióta az ember Édenben a bűnesetet elkövette. Azóta lett mindennek az alapja a pénzszerzés, a hatalom, az önző gondolkodásmód. Ha pedig egy embert a pénz vezérel, akkor megváltozik a gondolkodásmódja, megváltozik ennek megfelelően a személyisége és az egész jelleme. Másra kezdi el használni az értelmét, mint amire eredetileg Isten adta neki. Eredetileg Isten az embernek azt adta feladatul, hogy az Édenkertet őrizze, művelje, vigyázzon rá. Vagyis a földet nem azért kaptuk, hogy kizsákmányoljuk, mint ahogy ezt ma láthatjuk, ha körülnézünk a természet világában, hanem arra, hogy gondoskodjunk és vigyázzunk egymásra, és ugyanígy a körülöttünk lévő természetre is. Ehelyett azt látjuk azonban, hogy a végletekig kizsákmányolja az emberiség a földet, és egymást is. Ha a pénz kerül a középpontba, akkor a célunk is megváltozik. A gazdagság és a pénz körül való forgás veszélyes. Azért veszélyes, mert nem csak örömökkel jár, hanem félelmekkel is. Aggodalom és félelem attól, hogy valaki elveszi. Esetlegesen még veszélyt jelenthet az is, hogy akkor, amikor egy embernek a pénz és a hatalomszerzés lesz az életének a középpontjában, akkor onnantól kezdve minden megengedett. Már nem biztos, hogy becsületes módját tudja választani az életnek. Egészen fiatalokat megkérdeztek arról, hogy mi az életüknek a célja. Nem maguknak kellett meghatározni, hanem az adott volt egy lista, amiből választaniuk kellett. Ezen a listán szerepeltek ilyenek is, hogy anyagi biztonság, jólét, karrier, de szerepeltek ilyenek is, hogy megelégedettség, lelki béke, szívbéli öröm, szeretet. Csak a diákok körülbelül 6%-a választotta a lelki értékeket. Az összes többiek már egészen fiatalon, egészen más célt tűztek ki maguk elé. Nem is könnyű az anyagi világból kilépni. Nem is könnyű az árral szemben úszni, hiszen borzasztó nagy hatással van az emberiségre. Gondoljunk csak a reklámok hatásaira. Ez neked jár, te ezt megérdemled, csak neked, csak most. Hasonló szlogenekkel próbálják becsábítani az embereket a pénzszerzésre és a vagyongyűjtésre. Gondoljunk szintén a Bibliából vett példára a gazdag ifjú történetére. A gazdag ifjú nem kétséges, hogy szerette volna követni Jézust az ő útján. Valóban el tudom képzelni azt, hogy ő megtartotta az írásban megtartható parancsolatokat, az írott formájú parancsolatokat, de nem tudott tovább lépni, mert nem tudott szabadulni a pénzgyűjtésnek és a vagyonnak a fogságából. Nem tudott áldozatokat hozni, és ezáltal Jézus szomorúan állapítja meg,
hogy valószínűleg, hogy nem örökölheti a mennyeknek országát. Az önző, irigy emberi természet számára valóban lehetetlen kilépni az anyagi világ vonzás köréből. Ez csak egyedül Jézus Krisztus segítségével sikerülhet. Miért? A hamis úr elhiteti velünk azt, hogy akkor leszünk boldogok, hogyha valamit megszerzünk. Ha nem szerzem meg, akkor szerencsétlen vagyok, boldogtalan leszek. De mi van akkor, ha megszerzem? Megszerzem azt a hőn áhított dolgot, amire régóta áhítoztam, és akkor jön a kiüresedettség, a csalódottság, az elégedetlenség. Nincs szívbéli öröm, nincs szívbéli béke, amiről az előbb a fiatalok vágyakoztak, hanem helyette még többet, még jobbat, még nagyobbat, még újabbat, még modernebbet, mindig többet és többet akar az ember. Nem véletlen, hogy az Úr Jézus ezt a példát mondta, nem szolgálhattok egyszerre két úrnak, nem szolgálhattok egyszerre az Istennek és a mammonnak. Lehetetlenség. Amikor valaki, egy keresztény ember a pénzben, hatalomban, karrierben bízik, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy akkor szégyent hoz a keresztény névre. Azért, mert elfelejti, hogy kitől is függ. Nem a pénztől függ, hanem az Istentől függ, akitől a pénzt és minden egyebet kap. A pénz, ugye azt szokták mondani, hogy nem boldogít, de ezt igazából senki nem hiszi el. Mégis mindenki azt hiszi, hogy mégis attól várhatja az igazi boldogság kék madarának az elérkezését. Pedig gondoljunk csak egy árvízre, nem régen sújtott az országunkat, vagy gondoljunk a devecseri katasztrófára. Nem is kell olyan messzire menni. Egy egész élet munkája vész el. Minden, amit addig gyűjtött valaki, pillanatok leforgása alatt. Mai világunk sajnos bizonytalan. Minden bizonytalan körülöttünk. És aki a létbizonytalanságban a biztos anyagiakra akar támaszkodni, aznak összeomolhat, mint egy kártyavár az élete, ha nincs egy ennél erősebb tartó gerincoszlopa, és nincs egy erősebb, biztosabb alapja. Az az igazán gazdag, aki hitben gazdag, nem aki a pénzben gazdag, mert azt tudja, hogy az Isten, akiben ő bízik, és akivel ő tapasztalatokat szerez a hétköznapok folyamán, az meg tudja őt segíteni, és minden valódi szükségletét be tudja tölteni. Az emberek hajlamosak arra, hogy azt mondják, hogy erre nekem szükségem van, szükségtelen dolgokra. Isten tudja azt, hogy igazából mire van szükségünk. És ő igazi példát adott arra, hogy mit jelent igazán gazdagnak lenni. Igazán gazdagnak lenni megalázkodást jelent. Maga Jézus Krisztus ott hagyta a menny dicsőségét, a teljes gazdagságot, a semmivel fel nem mérhető gazdagságot azért, hogy lejöjjön ide a földre, szegényen, szolgai, rabszolgai formát vegyen fel, és végül megalázta magát a halálig, mégpedig a keresztfának haláláig azért, hogy nekünk elhozhassa az igazi gazdagságot. Így szól erről az ige. Aki mikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresítette, szolgai formát vett fel. Gazdag lévén szegényé lett érettetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. Milyen gazdagságot akar nekünk nyújtani? Az örök élet gazdagságát. Királyi sarja, királyi gyermekek lehetünk az ő vére által. Ennél nagyobb gazdagságot pedig ember nem adhat. Baj-e akkor, hogyha pénzünk van? Baj-e, hogyha szeretnénk többet? Nem az a baj, hogyha valaki anyagi jólétet szeretne. Ezzel önmagában nincsen probléma. Ez nem Krisztus ellenes dolog. Csak az nem mindegy, hogy a pénzt mire használom, és az nem mindegy, hogy hogyan áll az én szemem előtt. A kereszténység az, amikor az én gazdagságomat megosztom másokkal. A szétosztott dolog az mindig több, és ez nem csak a pénzre vonatkozik, minden egyébre is. Ha szétosztom azokat a tulajdonságaimat, talentumaimat, adományaimat, amit kaptam, azzal mások szolgálatára lehetek, másoknak örömet okozhatok, ezzel gazdagíthatok másokat.
Van egy olyan régi mondás, hogy a szeretet minél többet adsz belőle, annál több marad neked. Ez a törvényszerűség mindenre igaz. A szétosztott dolog több. Ezt várja el tőlünk a Jóisten. Nem azt, hogy ne gyűjtsünk kincseket, hanem nem mindegy, hogy célként vagy eszközként használjuk. Ki alapított volna akkor kórházakat? Ki alapított volna iskolákat? Ki finanszírozna missziós tevékenységeket? Nem az a baj, ha van pénz, hanem hogy hol van az én szívemben. Tudjuk azt is, hogy jobb adni, mint kapni, régi magyar mondás. És tudjuk azt is, hogy Jézus erre példát adott, hogy mit jelent. De mégis borzasztóan nehéz, hogy ezt megtegyük. Miért? Azért, mert az agyunk másként van programozva a bűneset óta. Egyetlen egy módon lehetséges, hogy másként gondolkodjunk, hogyha maga Isten formálja át az ő szent lelke által a mi gondolkodásunkat. Úgy is mondhatnám modern szóval, hogy át kell, hogy húzalozzon bennünket. Másként, ha nem leszünk átprogramozva, egyedül lehetetlen ennek az anyagias világnak ellentmondani. Pál apostol azt mondja, hogy elmémmel ugyanaz Istennek szolgálok, de látok egy másik törvényt is a tagjaimban. És ez a másik törvény az, ami fogva tart bennünket. Jó Sándor szerint a pénz konkurense Istennek. Azért fogalmazott így, mert Isten azt várja tőlünk, hogy bízzunk benne feltétel nélkül, és szeressük őt, és ő betölti a szükségeinket, de a pénzistene is, aki a hazugság atya is egyben, azt próbálja elhitetni az emberrel, hogy jobb az Istenben vetett spekulációk helyett inkább a biztos anyagiakra tekinteni, és ha arra tekintünk, akkor biztosak lehetünk a mi boldogságunkban. Pénzért minden megvehető. Még ahogy a Szentírás fogalmaz, emberek lelkei is. És erre ma nagyon sok példát látunk. Hányan kereskednek emberek lelkeivel? Istenhez sokszor csak akkor fordulunk, amikor bajban vagyunk és anyagi szükséget látunk. És amikor minden rendeződik, akkor valahogy elfeledkezünk az áldásokról, és az áldások számolása helyett a pénzünket kezdjük számolni és az imázsunkat építeni. Megint fontosabb lesz a karrier és a pénz, hiszen az önző emberi természet mindig is így működött. Gondoljunk csak egy kisgyerekre. Én, enyém, nekem, akarom, mondja már a kicsi gyermek is. És elfeledkezünk arról, hogy kitől kaptunk mindent. Pénzügyi amnéziában szenvedünk. Gondoltunk-e már arra, hogy mi mindent kaphattunk a mennyei Istentől? Tőle kaptuk az életünket. Tőle kaphatjuk, hogy egészségünk lehet, hogy munkánk lehet, hogy épp kezünk, lábunk van, beszélhetünk. És még számtalan minden más dolgot, ami körülvesz bennünket. Van hová lehajtani a fejünket, van tál ételünk. És ezekért sokszor elfelejtünk hálát adni. Mi tehát a megoldás? Ez egy olyan hatalom, a pénz hatalma, ami csak úgy győzhető le, hogy Isten egy egészen más utat mutat nekünk. Az ő uralma alá rendeljük a mi életünket és a pénzügyeinket is. Tőle kérünk hozzá tanácsot, hogy hogyan osszuk be, hogy hogyan gazdálkodjunk vele, mire fordítsuk. Őtőle kaphatunk bölcsességet a felhasználáshoz. Ez nem jelenti azt, hogy pazaroljuk, nem jelenti azt sem, hogy felelőtlenül gazdálkodjunk vele, és azt sem, hogy fösvénymódra gondolkodjunk a pénz felől. Van is ugye ilyen áruházlánc, aki így hirdeti magát, hogy a fukar mindenit. Ez nem ezt jelenti. Egy egészséges szemléletű puritanizmusra hív bennünket a Jóisten. Arra használjuk a pénzünket és amit kaptunk tőle, hogy a szükségeinket betöltse. És aki erre képes, hogy Isten bölcsessége és vezetése alá rendelje a pénzügyeit is, azok előtt hatalmas áldások nyílnak meg. Így fogalmaz Mózes 5. könyve. Megnyitja néked az Úr az ő drága kincses házát. Kincses házról beszél. De ehhez még egyszer hadd hangsúlyozzam, mennyei bölcsességgel. Spurgeon, a híres prédikátor fejedelem így szólt. Te is megláthatod a megnyílt eget, kinyújthatod kezed, és elveheted a magad részét,
sőt mindazt, amivel a körülötted élőknek szolgálhatsz. Figyeljük meg különösen a mondat utolsó részét, sőt mindazt, amivel a körülötted élőknek szolgálhatsz. Jézus Krisztus azt mondta, hogy nem kell aggodalmaskodnunk a holnap felől. Elég minden napnak a maga baja, és hogy ő minden nap megadja a kenyerünket. Erre nagyon jó példa Müller György élete, aki nem egy árvaházat alapított és tartott fent úgy, hogy még reggel nem mindig tudta, hogy miből látja el a gyerekeket. De Isten mindig kitöltötte az ő szükségeiket, azért, mert ő első helyre Isten országát tette. És mi is a gazdagság? A mai ember ezt vallja, Jelenések könyve szerint. Gazdag vagyok, és meggazdagodtam, és semmire sincs szükségem. Erre pedig Isten így válaszol, mit van ugyanis, amit ne kaptál volna? Ha pedig úgy kaptad, mit dicsekedsz, mintha nem kaptad volna? Mindent Istentől kaptunk, és mi viszont annyira vagyunk gazdagok, amennyire Isten igéje él bennünk. Keressétek először Istennek országát. Milyen gazdagságokat ad cserébe? Adja az ő szeretetét, irgalmát, jóságát, gondviselését, adja szent lelkének vezetését, úgy is fogalmazhatnám, hogy egy pénzügyi tanácsadót ad mellénk, ad biztonsági őreket, nagyobbakat, mint a földi biztonsági őrök, mennyei angyalok képében, és minden irgalmával és jóságával ellát bennünket nap mint nap. Adja a biztos és nyugodt lelkiismeretnek a nyugalmát és békéjét, és adja az imádság lehetőségét is, amiben fordulhatunk hozzá. Agur ezt kérte tőle. Szegénységet vagy gazdagságot ne adj nékem. Táplálj engem hozzám illendő eledellel, hogy megelégedve meg ne tagadjalak, és azt ne mondjam, kicsoda az Úr, se pedig megszegényedve ne lopjak, és gonoszul ne éljek az én Istenem nevével. Agur azt kérte, hogy hozzá illendő eledellel lássa el Isten. Ő tudja, hogy kinek mire van szüksége. Se többet, se kevesebbet ne adjon. Lao Tse, a híres bölcs úgy fogalmazott, hogy a megelégedett, aki megelégszik, az gazdag. A magyar közmondás pedig azt mondja, hogy több az elég, mint a sok. De hadd áruljam el, hogy még náluk is korábban a Biblia úgy fogalmaz. Nagy nyereség a megelégedés Isten félelemmel. Megelégedettség. Olyan, mint egy nyeremény, mint egy ölünkbe hullott ajándék. Szoktunk-e így tekinteni a megelégedettségre? Jobb a kevés az Úrnak félelmével, mint a temérdek kincs, ahol háborúság van. Jobb a parénak étele, ahol szeretet van, mint a hízlalt ökör, ahol van gyűlölség. Hadd mondjam még egyszer, nem a pénz boldogít, nem a karrier és a vagyon boldogít, hanem akkor leszünk igazán boldogok, ha ezt a törvényszerűséget megtanuljuk, és a megelégedettség nyereségét megtanuljuk. Hadd kérdezzem meg, mi a kincs? Mi a mi számunkra a kincs? Mindenki számára az a kincs, ami az első helyet elfoglalja a szívében. Van akinek az üzlet, van akinek a siker, van akinek a pénz, van akinek a család, van akinek a munkája, és van akinek Isten országa. Mindenkinek más jelenti a kincset. Az a kérdés, hogy nekünk mit jelent a kincs. Az Úr Jézus felhívja a figyelmünket, hogy az odafent valókkal törődjünk, ne pedig a földiekkel, mert ezek elenyésznek. Ahogy említettem is korábban, nagyon-nagyon bizonytalan minden, ami itt a földön van. De ha mi távolabbra szegezzük a mi tekintetünket fölfelé, akkor minden kincs a miénk lehet. Olyan lelki gazdagság, amit majd mennyei gazdagság követhet. Amiket szem nem látott, fül nem hallott, és embernek szíve meg sem gondolt, amiket Isten készített az őt szeretőknek. Még a Biblia említ egy kincset. Szántóföldben elrejtett kincshez hasonlítja a példázatban Jézus, és ez nem más, mint Isten igéje. Isten igéjét kutatni, ez kincset jelent. Olyan kincses bányát, amit fel sem tudunk mérni. Az egész életünkre vonatkozó terveket,
az életünkre vonatkozó tanácsokat, segítséget adhat. Mit csinál egy kincskereső? Terveket készít, kutakodik, mindent megtesz, áldozatokat hoz azért, hogy azt a kincset, amit ő szeretett volna, megszerezze. Nem számít a pénz, nem számít az idő, semmi nem számít, csak megszerezhesse azt a kincset. Tekintünk-e így a Szentírásra? Nem számít az idő, nem sajnálom rá, de kutatom, keresem Isten akaratát, mert abban van az én igazi kincsem és az én boldogságom. Minden kincsnél pedig ez a bölcsesség többet ér. Boldog ember, aki megnyerte a bölcsességet, és az ember, aki értelmet szerez, mert jobb ennek megszerzése az ezüstnek megszerzésénél, és a kiásott aranynál ennek jövedelme. És a bölcsességet pedig úgy határozza meg a Szentírás, mint Isten félelmét, vagyis Isten tiszteletét és szeretetét, és az érte és az ő ajándékaiért érzett és kifejezett hálát. Ez az Isten tisztelet, és ez a bölcsesség kezdete. Gazdagnak tartja-e magát a kedves néző? Sokan úgy gondolják, hogy gazdagok, mások azt gondolják, hogy ők szegények. Mert a pénzt teszik céllá és alappá. Jókai beszél szegény gazdagokról, de vannak gazdag szegények is. Egy kis történetben egy adó ellenőr felkeresett egy nagyon szegény embert, mert azt hallotta, hogy ő azzal kérkedik, hogy rengeteg vagyona és gazdagsága van. És mikor meglátta, hogy milyen egyszerű körülmények között él, megkérdezte, hogy biztos, hogy magának van gazdagsága, amit még nem mondott el? Azt mondta, hogy igen, ő nagyon gazdag. És miért nem vallotta be az adóbevallásnál? Azt mondta, ezek a kincsek nem bevallhatók. Neki van egészsége, van családja, van szerető Istene, és ezek mindennél nagyobb gazdagságot jelentenek a számára. Kérdés, hogy mi szegény gazdagok, vagy gazdag szegények vagyunk. Valamihez ragaszkodunk úgy, mint a kisgyerek, ahhoz a kis garashoz, amit elrejtett egy kicsi kis vázában. Megpróbálta kihúzni a kezét a vázából, de beleszorult. Az édesapja azt mondta, nyújtsd ki a tenyered, és hogyha kinyújtod, ki fogod tudni húzni a kezedet a vázából. De a kisgyerek azt mondta, nem húzom ki, mert akkor kiesik a garas, és elveszítem, amit találtam. Nagyon sokakat kötöz meg így a pénz, a siker, a karrier hajszolása. Emiatt rabszolgáivá lesznek. Értékes vagyok-e tehát? Hadd mondjam ki, mindannyian gazdagok és értékesek vagyunk. Értékesek vagyunk már csak azért is, mert Krisztus az életét adta értünk. Ő felajánlotta, hogy bennünk lakozik. Ez mérhetetlen gazdagság. Még akkor is, ha valaki úgy érzi, hogy az ő élete semmit nem ér. Hadd mondjam el, ér, mindenkinek az élete fontos, hasznos, értékes. A mennyei király jött le azért, hogy az életét adja érte. De ő azt is tudja, hogy ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy amaz erőnek nagy volta Istené legyen, és nem magunktól való. Vagyis tudja, hogy törékenyek, érzékenyek vagyunk. És a különleges kincsünk még azon túl, amiket elsoroltam, az ő szeretetének, jóságának, irgalmának a gazdagsága szerint, még van egy kincsünk. Adott nekünk képességeket, talentumokat, amiről a talentumok példázata szól. Kérdés, hogy ezt mire használjuk? Elássuk, vagy pedig használjuk magunk és mások szolgálatára? Mindenkinek vannak képességei. Kinek ez, kinek az. Jó is, hogy különböző. Nem is lenne jó, ha mindenki egy dologhoz értene. De ezeket ne felejtsük el használni. Valaki egyszer azt mondta, hogy a legnagyobb kincsek nem a kuvaiti olajmezők, vagy nem az afrikai vagy ausztrál gyémántbányák, hanem a temetők, ahol álmok, tervek és tudás fekszik és nyugszik. Amit a szívünkbe rejtünk, és amit az elménkbe rejtünk, azt sem természeti katasztrófa, sem emberi gonoszság nem veheti el tőlünk. És végül hadd kérdezzem meg, Isten gazdag-e? Biztos, hogy mindenki azt mondja egyből rá, hogy persze, hogy gazdag, hiszen minden az övé. Övé az egész világ mindenség, ő teremtette,
akkor csak gazdag lehet. De én hadd említsem másik oldalát is az ő gazdagságának. Erről a római levél és az efézusi levél beszélnek. A római levél beszél az ő dicsőségének, jóságának, elnézésének, hosszú tűrésének és irgalmának gazdagságáról, az efézusi levél pedig az ő kegyelmének a gazdagságáról. Szeretném megismételni. Ő gazdag jóságban, elnézésben, vagyis türelemben, bűnbocsánatban, hosszú tűrésben, dicsőségben, irgalomban és kegyelemben. Gazdagságnak tekintjük-e mi ezt? És azt gondoljuk-e, hogy kincs ami számunkra egy ilyen Isten, aki közelvalóvá akar hozzánk jönni? Kincsnek tekintjük-e magunkat, kincsnek tekintjük-e őt, és kincsnek tekintjük-e a körülöttünk élő embereket, akikért szolgálhatunk, és akiknek a szükségeit segíthetünk betölteni. Beszél arról egy nagy király, hogy a mi kezünk munkáját tedd állandóvá nékünk, a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá. Hogy lehet az ember élete állandóvá és az ő munkája? Ma egy-két piramis az, ami hirdeti a rég lemúlt korok dicsőségét. Néhány várom, hatalmas birodalmak vesztek el. Még az ő kezük munkája se lett állandó. Akkor milyen állandóról beszél itt a Szentírás? Arról, amikor valaki másért teszek, azért, mert számomra értékes és mindennél előbbre való Istennek országa és az ő evangéliuma és azok, akik Istenéi. Én kívánom, hogy mindannyian megtaláljuk a mennyből jövő gazdagságot, az Istentől jövő bölcsesség, békesség, irgalom, jóság és képességek gazdagságát, hogy rátaláljunk a Szentírás gazdagságára és annak kimeríthetetlen voltára, és úgy kutassuk és keressük, mint igazi kincset, és akkor milyen lehet az örök élet gazdagsága is, ezt kívánom szívemből.